Sziasztok! Szeretettel köszöntünk mindenkit a Suli TV legújabb adásában. Ez a 2024-2025-ös tanév első szeptemberi adása. Bízom benne, hogy valamennyien feltöltődve, kipihenten tértetek vissza a nyári szünetről, és újult erővel, tervekkel és célokkal vágtok neki az új tanévnek. Az ünnepélyes tanévnyitó keretén belül igazán megható volt, ahogy iskolánk végzősei, a 9-esek, kézenfogva kísérték a tanévnyitóra iskolánk legifjabb tagjait, az elsősöket. Az ünneplőbe öltözött gyereksereget Kovács Dorina Szintia egy gyönyörű dallal, Mácsarina Sára pedig egy nemes nagy Ágnes verssel köszöntötte, majd iskolánk igazgatója Orosz István tartott beszédet, és megnyitotta a 2024-25-ös tanévet. Az első nap élményeiről Farkas Krisztina tanítónénit és kis elsőseit kérdeztük. Nem adottad, addig még sokat kell tanulni, ez még nem az a tánc, addig még hosszú az út. Most van a legjobb idő arra, hogy megismerjük egymást, hogy egyszer majd szép legyen a múlt. Nemes nagy Ágnes, tanulni kell. Tanulni kell a téli fákat, ahogyan talpig zúzmarásak. Tanulni kell a nyári felhőt, a lobbanásnyi égi erdőt. Tanulni kell mézet, diót, jegenyefát és űrhajót, a hétfőt, a keddet, a pénteket, a szavakat, mert édesek. Tanulni kell magyarul és világul. Tanulni kell mindazt, ami kitárul. Kedves diákok, kollégák, vendégek, kedves elsősök! Először hozzátok szólnék, hiszen ti most először léptétek át a Tompa Mihály Alapiskola küszöbét. Tudom, hosszú még az út, amíg odáig eljutunk, mint ahogy a 9-esek előbb bevezettek benneteket, és kézenfogva jöttek ide veletek, de higgyétek el, már most tudom, hogy a szüleitek jól választottak, mert ebben az iskolában rengeteg öröm, rengeteg tanulás is, rengeteg új és szép élmény vár majd rátok, és remélem, hogy mindenki szívesen és örömmel veszi majd az akadályokat. Szeretettel köszöntök minden megjelentet a Tompa Mihály Alapiskola tanévnyitó ünnepségén. Kezdjük az új tanévet optimizmussal, és tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy ez a tanév is sikeres, és emlékezetes legyen mindenki számára. Eredményes és gyümölcsöző munka viszont csak abban az esetben várható el mindannyiunktól, ha gyermekeink érdekeit szem előtt tartva egy közösségként fáradozunk ezen. A 2024 és 25-ös tanévet ezennel ünnepélyesen megnyitom. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmet! Más és más személyiség. A mi feladatunk az, hogy felfedezzük, megismerjük őket, és ezáltal a számukra legmegfelelőbb módon tudjuk fejleszteni, oktatni, nevelni őket. Ezen a rögös úton szükségünk lesz a szülők együttműködésére is, és sikereket csak közösen el tudunk elérni. Szeretném, hogyha a gyerekek ezen az úton kitartanának szorgalmasan, úgy, mint iskolánk, illetve osztályunk kabalája Mézi szorgoskodik, ők is olyan szorgosan tanulnának, illetve a szülőknek kívánok sok türelmet ebben a tanévben, hogy aztán együtt élvezhessük a munkájuk gyümölcsét. Sziasztok, elsősök! Milyen volt az első nap az iskolában? Jó. Mit csináltatok? Beszélgettetek, mesét hallgattatok, vártátok az iskolát? Igen. Vagy inkább mennétek még óviba? Na, már. Jobb a suli? Igen. Igen? És van-e iskolatáskát? Van. Elmondjátok, hogy milyen, Benni, neked milyen van? Tigrises. Tigrises, Lorika. Tigrises. És Áron, neked milyen van? Téma.
Hűha. És úgy látom, valamit kaptatok is az első napon az iskolában. Megmutatjátok nekünk? Elmondod, Lorika, mit kaptatok? Egy olyat, amire rakasz a csipet, egy füzetet, egy ceruzát, egy nyálókat, amiben szervezetek, meg egy könyvjelzőt. Hát ez mind csodálatos. És úgy látom, hogy valaki ott csücsül mellettetek az asztalon. Ki az? Nézd mi. Nézik-e? Ő lesz az osztályotok? Kabalája. Akkor vigyázzatok Mézikére, és gyűjtögessétek együtt a sok tudást a Tompa Mihály alapiskolában. Sziasztok! Akkor váljunk is bele a szeptemberi programok ismertetésébe. Az első A és második A osztályos tanulók szeptember 13-án interaktív mesélőadáson vehettek részt, melynek címe a Papucszaggató király kisasszonyok. A mesélőadás a Kultúráért Gömörben és Gömörön túl polgári társulás produkciója Imre Mács Katalin rendezésében. Az elsősök Méri Bea előadásában, a másodikosok Mátyus Ildikó tolmácsolásában hallhatták, és az előadókkal közösen játszhatták az izgalmas mesét. Végül a legbátrabbak táncra is perdültek. Szintén ezen a napon a 8. és 9. tanulók egy zenés irodalmi előadáson vettek részt a Városi Könyvtárban. Az előadás címe a szó éneklése. A zenés irodalomóra Dzsapka Attila, Vadkerti Imre és Sipos Dávid tartotta. Hallhattunk Tompa verseket, József Attilát, Böszörményit, de felcsendült a honfoglalás film ikonikus betétdala is. Most pedig Vadkerti Imrével készült rövid interjúnkat nézzétek meg. Köszönjük az élményt! Jó napot kívánok! Köszönjük Önt a Tompa Mihály Alapiskola Súly TV adásán, és azt szeretném megkérdezni Öntől, hogy mikor és miért kezdett zenélni? Hát én is köszöntöm először is az Iskola TV nézőit. 1987-ben kezdtem egy súli zenekarba. Én Gútai vagyok, és a Gútai Május 1 utcai alapiskola volt, most már Korvin Mátyás alapiskola, és akkor ott alapítottunk egy iskolázenekart, és akkor ott kezdtem el énekelni, zenélni. Igen. És hogy miért? Igen, az is, ugye? Az is igen, igen. Akkor ilyen vagányságból még. Akkor az, hogy ilyen rocker, aztán nagyon ugye, az vagány. Szóval ezért. Meg hát szerettem énekelni. Igen. És melyik a kedvenc megzenésített verseny? Hát mikor mi? Nagyon sok kedvenc van. Én nagyon szeretem a Csillagom virágomat, melyet Zsapka Zsolt zenésített meg, Gál Sándor írta a verset Tompa Mihály Bójához, ugye. Nagyon-nagyon kedvelem a Szűs Pisti barátom zenésítette meg. Sok van, sok jó. Annyira széles a paletta ugye a vers terén, úgyhogy el vagyunk kényeztetve egy kicsit a versekkel, sok költőnk volt, ugye. És hát sok kedvenc van, de a megzenésített versek közül a Csillagom virágom nagyon-nagyon szeretem. De akkor köszönöm, hogy eltetszett mondani ezeket, és legközelebb is várjuk Önöket. Na, boldogan jövünk, és üdvözlöm a Tompa Mihály iskola tanulóit, meg a tanárait, igen, meg mindenkit. Nagyon szeretünk Dr. Gál Lajos előadásaira járni. Az ismert gömöri barlangász, geológus, kivételes előadó. Ebben a hónapban a Gömör Kishonti Múzeum vándorkiállítását tekintettük meg, melyen a Magyar Természettudományi Múzeum jégkorszak egyedi leletei és preparátumai, valamint a korabeli állatok életnagyságú rekonstrukciói láthatók. Az 5. A és 7. B osztály szerint a kiállítás és az előadás is érdekes volt. Mindenki tetszését elnyerte. Iskolánk idén is bekapcsolódott a Szlovákiai Vakok és Gyengénlátók Egyesülete által szervezett Biela Pasztelka fehér zsírkréta gyűjtésbe. A gyűjtés teljes bevételével azokon hivatott segíteni, akik ténylegesen rászorulnak, a látássérült embereken. Ezért 2024. szeptember 20-án önkéntes 9-eseink felkeresték iskolánk osztályait,
igyekezetüket pedig siker koronázta. Összesen 283 euró, 75 centet sikerült összegyűjteniük. A vakok és gyengénlátók nevében köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult a gyűjtéshez. Hogyan lehet klasszikus szlovák és világirodalmi műveket, meséket modern csomagolásban találni? Erre keresi a választ a nimaszombati Divadlo Havran. A továznyi, most komolyan, című darab színészei fergeteges humorú előadást tartottak. Magister Marian Lackó és Gabriel Kertész, többek között Júlia és Alfa Romeo, vagy Piroska és a farkas bőrébe bújva, szórakoztatta a 8. és 9. diákjainkat rendhagyó szlovák irodalom órán a művészeti alapiskolában. Az előadás minden percét élveztük. Iskolánk napközis csoportjai ebben a hónapban természetesen az ősszel foglalkoznak. A gyerekek a szürettel, a gyümölcsök, a zöldségek fajtáival és a gazdag őszi munkájával ismerkednek. A nevelőnénik segítségével egy közös kiállítást is berendeztek az iskola folyosóján, melyet a kicsik, nagyok örömmel nézegetnek a szünetekben. Adunk nektek egy kis ízelítőt ebből a varázslatos kiállításból. Szeptember 26-a a Nyelvek Európai Napja. Ennek a napnak az az általános célja, hogy előmozdítsa Európa gazdag nyelvi és kulturális sokszínűségét, és elősegítse a sokszínűség megőrzését. További célja arra ösztönözni az embereket, hogy minél több nyelvet sajátítsanak el életük során. Ma a Tompában mi is megtartottuk ezt az Európai Tanács által életre hívott napot. Minden osztály választott egy számukra érdekes nyelvet, és a nap folyamán ezzel a nyelvvel foglalkoztak. Információkat gyűjtöttek, kutattak, olvastak, rajzoltak. A tanítási nap végére szebbnél szebb labbúkok készültek, melyeket majd a Tompa héten ki is értékelünk. Igazán sokszínű nap volt. Az alsó tagozatosainkat egy izgalmas jegeskaland várta a Gömör Kishonti Múzeumban. A Mamut és a Kartfogó Tigris társaságában a gyerekek sok új érdekességet megtudhattak a jégkorszakról. Beszélgethettek egy ősemberrel is, majd csontokból készítettek maguknak nyakláncot. Különleges élmény volt. Színház a könyvtárban. A rimaszombati Matyei Hrebenda könyvtár adott otthont a Kuttyon Fitty társulat interaktív előadásának. A 2A, 3A és 3B osztály tanulói kaptak meghívást a Circus Folkloricus című műsorukra. A gyerekek jól szórakoztak. Köszönjük szépen! 2024. szeptember 27-én élet- és egészségvédelmi gyakorlatot tartottunk a Tompa Mihály Alapiskola felső tagozatán. Mint az utóbbi években már megszokhatták a gyerekek, most is izgalmas témákkal, érdekes előadókkal készültünk. Varga Gábor, a Kultúr Utazási Iroda egyik megálmodója nem először látogatott el hozzánk. Diákjaink figyelemmel és érdeklődéssel hallgatták Felvidéki Barangolások című előadását. Jó napot, köszöntöm magát a Tompa Mihály Alapiskola Suli TV adásában. Esetleg feltehetnék magának egy pár kérdést. Köszönöm az üdvözlést, persze nyugodtan. Mikor döntött el, hogy ezzel szeretne foglalkozni, esetleg már kiskora óta vagy nagyobb korában? Hát a Felvidéki az úgy mindig is érdekelt, mint magam is kiskoromtól, gyerekkoromtól cserkész vagyok, úgyhogy rengeteg helyen megfordultam, leginkább a természeten belül, úgyhogy városokat is körbejártunk a cserkészekkel. De komolyabban itt 2018-2019 derekán éppen egyik cserkész testvéremmel, Csúsz Balázsral döntöttünk úgy, hogy belefogunk ebbe a nem kicsi feladatba, és akkor megpróbáljuk Felvidéket megmutatni a nagy közönség számára. És miért pont ez a szakma mellett döntött?
Hát lokálpátrióta vagyok, ami azt jelenti, hogy nagyon szeretem egy a szülővárosomat is, meg az adott régiót, ahol élek, Gömört, de a tágabb régiót is, úgyhogy az egész Felvidéket, Szlovákiát is. Ez szívügyem, úgyhogy azért döntöttem úgy, hogy ezt nem csak nekem, hanem mindenki másnak is látni kell, tapasztalni kell. Úgyhogy innét jött az ötlet. És mi volt esetleg a kedvenc város, a helye, amit már felfedezett? Hát sok kedvenc helyen van, talán egyik legkedvencebb városom az Kassa, a Rimaszombat mellett is igaz, de hát itt élek, ez már mindennapos Rimaszombat. Kassa meg leginkább a milliója, az a mozgás, az, hogy nem a legnagyobb városok közé tartozik, de mégis egy ilyen nyüzsgő város, megtalálni modern dolgokat, de ugyanúgy megtalálni a régi történelmi dolgokat, gondoljunk akár II. Rákóczi Ferencre, vagy a gyönyörű Szent Erzsébet dómra. Nagyon sok olyan történelmi vonatkozása is van, és sok olyan érdekes helye, modern helye is van, szóval mind a történelem, mind a múlt és a modern kor is ötvöződik abban a városban, úgyhogy ezért szeretem Kassát. Rendben, köszönöm szépen a válaszait. Én is köszönöm, további szép napot. Pataki András Sándor, a 4. számú 60. István cserkész csapat parancsnoka, a cserkész létről tartott humoros, de lényegre törő beszámolót. Diákjaink megtanulták, ki lehet cserkész, mik a cserkész feladatai, hogyan élhetünk túl 24 órát az erdőben. Nézzünk egy kis ízelítőt. Honnan jött, hogy egy cserkészettel szeretne foglalkozni? Éppen ebbe az iskolába jártam én is, és 4. korunkban a osztályfőnökünk Zagyi Utka néni félrehívott pár gyereket az osztályból, hogy jöttek toborozni, cserkészet, gyertek, nézzétek meg, hogy mi ez. Beszélgettünk az akkori őrvezetőinkkel, ifjabb Varga Gáborral, meg Vörös Előddel. Nagyon megtetszett nekünk ez a maga az elképzelés, természetközeliség, játékok, szabadság, ez úgy megfogott minket. És akkor még ide szembe a másik épületnek az udvarára jártunk cserkészkedni heti rendszerességgel. És hát így 4. korom óta, körülbelül egy 10 éves lettem, amikor elkezdtem vele foglalkozni, így szabadon, és 11 évesen tettem aztán cserkész fogadalmat. És maga milyen rangban is van most? A Rimaszombati 4. számú 60 István cserkész csapatnak vagyok a parancsnoka, tehát főleg az adminisztrációval foglalkozom, illetve azzal, hogy a csapatban a programok hogyan, milyen formában valósuljanak meg, illetve hogy a gyerekeknek, illetve a vezetőimnek minden körülményt biztosítsak ahhoz, hogy adekvált minőségi foglalkozásokat tartsanak, és hogy minőségi képzéseket is tartsunk. És mikor kezdett el ezzel foglalkozni? Hú, hát igazából, mint mondtam, 4. kezdtem el vele foglalkozni. Ennek már lassan 15 éve vagyok cserkészé avatva. De úgy a vezetéssel nagyjából 12 éve kezdtem el végigmenni a szamárlétrán, 12 éve vagyok vezető. Igazából segédtiszti avattak 2022. januárjában, 2023-ban pedig szereztem cserkésztiszti képesítést, akkor tettem le a cserkésztiszti fogadalmat. Tehát így a vezetéssel nagyjából 12 éve, az aktív csapatvezetéssel, meg a magával a tiszti feladatok ellátásával, azzal 2 éve foglalkozom. Rúgó Alexandra doktornő mindig hasznos és aktuális témákkal érkezik hozzánk. Most a szteroidok, elektromos cigaretták káros hatásaira hívta fel a nagyobbak figyelmét. Hallgassuk meg a doktornőt! Kedves doktornő, üdvözlöm a Suli TV adásában. Köszönöm. Azt szeretném megkérdezni, hogy milyen veszélyek leselkednek a tinédzserekre ilyen gyerekkorban, mint én vagyok. Most is az előadásban elmondtam, hogy a tinédzserekre főleg az ilyen könnyen kapható szerek veszélyesek, mint például a cannabis származékok, amiket az automatában lehet venni, mert nincsen bizonyított hatásuk, és lehet veszélyes mellékhatások is egyes emberekre, fiatalokra. Aztán mondtam még az anabolikus szteroidokat, amikből most egyre több van a fiatal fiúk körében, tehát az ilyen meggondolatlan
ételkiegészítő rendelésből, tehát hogy a származását nem ismerjük, és sok fiót sok fiót szívesen rendel olyan helyről, ahol tudja, hogy például nem annyiba kerül, vagy külföldről, és negatív hatása van főleg a mai működésre. Aztán még beszéltem az újraélesztés fontosságáról is, hogy így a tinédzserek mit tehetnek olyan esetekben, ahol ilyen újraélesztésre kerül sor. És beszéltem még a nikotin káros hatásáról, de azokról a cigarettákról, amik édesítve vannak, vagy úgy vannak eláthatóvá téve, hogy lényegében nem cigarettát árulnak, hanem egy olyan készüléket, ami elektronikus, és vannak benne adalékanyagok, és maximális dózisú nikotin, amit a fiatalok is meglehetnek. Akkor köszönöm, hogy tetszett válaszolni a kérdésemre, és várjuk Önt legközelebb is. Én is köszönöm, hogy meghívtak, szívesen eljövök még egyszer. Köszönöm. A Rozsnyói Egészségügyi Középiskola diákjai és tanárai már visszajáró vendégeink. Nem csak elméleti előadást tartottak, hanem szemléltették az életmentést, a sebek ellátását, és természetesen mindezt a gyerekek is kipróbálhatták. Sziasztok! Üdvözöllek titeket a Tompa Mihály Alapiskola suli tévéjén. Esetleg feltehetnék nektek egy pár kérdést? Szia, igen, persze. Ugye mikor döntöttétek el, hogy az egészségügyel szeretnétek foglalkozni, esetleg már kiskorotok óta ezzel szerettetek volna, vagy már inkább idősebb korotokban? Szerintem mind harmunk nevében mondhatom, hogy 9. év végén döntöttünk az mellett, hogy ide fogunk jelentkezni, és mind a harmunknak volt lényegében terve a jövőben egészségügyel foglalkozni, de 9-ben fixálódott le ez bennünk teljesen. És miért pont ezt a szakmát választottátok? Én a saját magam nevében mondom azt, de szerintem mondhatom a ti nevetekbe is, hogy érdekelt a szak először is, szeretnénk másokon segíteni, valamint nekem a családba, de viszont neked is van a családba egészségügy is, és leginkább ő motivált. Esetleg egy átlagos napon mit szoktatok csinálni, mivel szoktatok foglalkozni? Hát mondjuk nekünk a héten 3-szor van gyakorlatunk a kórházba, az úgy szokott kinézni, hogy 7 órakor már felmegyünk az osztályra, akkor reggel van reggeli toalett, abba becsatlakozunk, utána betegápolás, betegről való törődés, például ilyen vérvételek, vagy katétereknek a kiengedése, bármilyen más injekciók, infúziók elkészítése, minden, ami szükséges, gyógyszereket kiosszuk, a nővérekkel besegítünk mindenben, amiben tudunk. Rendben, köszönöm szépen a válaszokat. Mi is köszönjük. A nagybalogi önkéntes tűzoltók első alkalommal látogattak el hozzánk, de bízunk benne, hogy nem utoljára. Az iskola udvarán kicsik és nagyok egyaránt megtekinthették a tűzoltóautó felszerelését és a rögtönzött bemutatójukat is. Az önkéntes tűzoltók közül Varga Balázs szólaltattuk meg. Üdvözlöm Önt a suli tévé adásában, és nagyon köszönjük, hogy ellátogattak hozzánk. És azt szeretném megkérdezni, hogy mondaná pár szót a tűzoltó egyesületükről? Én is nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak minket ide tanáraitok. Egykori tanáraim nekem is. Mink a Nagybalogi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai vagyunk. Mink körülbelül a faluban 15 ember vagyunk, akik riasztásra képesek. Évente olyan 3-5-ször szoktak minket riasztani. Nagyjából tűzesetekhez persze, hogy menünk, ha olyan közelben van. És nagyon gyakori még az árvíz riasztás is. És azt szeretném megkérdezni, hogy milyen a felszerelés egy tűzoltónak? A felszerelés, hát tűzoltó sisak ugye, az mindenképpen kell, valamint kabát, tűzoltó kabát, és egy nadrág, ami jelen pillanatban látható is rajtam. Ez egy kétrétegű, ugyanis a tűznél nagyon biztonságba kell lenni, hogy ne égünk olyan gyorsan még. Akkor köszönöm, hogy tetszett válaszolni a kérdéseimre, és várjuk Önöket máskor is. Én is nagyon köszönöm, hogy itt lehetünk. Dióhéjban ennyi erről a tartalmas napról. A gyerekek biztos nem unatkoztak,
És mindenki tanult valami újat ezen a napon. A képek magukért beszélnek. Az élet és egészségvédelmi nap gyakorlati részét minden osztály máshol töltötte. Nézzétek meg, hogy merre jártunk. Ennyi fért bele szeptemberi adásunkba. Nem sokára újra jövünk az októberi híreinkkel. Addig is sziasztok!